részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban Vlagyimir Putyin, 300 ezer tartalékost hívnak be. A nők értenek a válságkezeléshez, ezt mondta Ukrajnára is utalva a Novák Katalin egy New York-i ENSZ fórumon. A magyarok szerint veszélyesek az energiaszankciók Európára, Olaszországban sokaknak várhatóan már karácsonyra elfogyhat a pénze. És közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek Puerto Ricón, óriási pusztítást hagyott maga után a Fiona hurrikán, amely tovább erősödik. És ez már a Híradó délben, Radnai Csaba vagyok. Jó napot kívánok! A tartalékosokat érintő részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök ezt egy nappal azután jelentette be, hogy 4 orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai régió népszavazást kezdeményezett arról, hogy csatlakozzanak-e Oroszországhoz. Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy Oroszország területi épségének védelme érdekében minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni, és ez nem blöff. Ukrajna szerint viszont a mozgósítás arra utal, hogy a háború nem Moszkva tervei szerint alakul. Vlagyimir Putyin a Nemzethez intézett szerdai televíziós beszédében azzal vádolta a nyugatot, hogy Oroszország elpusztítására szövetkezik, és támogatásáról biztosította az orosz csapatok által ellenőrzött ukrajnai területeken tartandó népszavazásokat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztonságos feltételeket biztosítsunk a népszavazások megtartásához, hogy az emberek kifejezhessék akaratukat. Támogatni fogjuk a Donyecki és Luhanszki népköztársaságok, Zaporizsia és Herszon régiók lakosainak a jövőjükről szóló döntését, hangsúlyozta az orosz elnök. Vlagyimir Putyin azt is bejelentette, szerdától a tartalékosokat érintő részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban. Kijelentette, területi épségének védelme érdekében minden rendelkezésére álló eszközt fel fog használni, és ez nem blöff. Ukrajna szerint a mozgósítás arra utal, hogy a háború nem Moszkva tervei szerint alakul. Szergej Sojgu védelmi miniszter viszont nem sokkal később azt közölte, hogy a részleges mozgósítás 300 ezer embert érint, az ország mobilizációs tartaléka azonban 25 millió ember. Kedden egyébként sorra jelentették be a háború eleje óta orosz ellenőrzés alatt álló ukrajnai területek vezetői, hogy népszavazáson döntenek arról, hogy csatlakozzanak-e Oroszországhoz. Így a tervek szerint Luhanszk és Donyeck régió mellett Herszon és Zaporizsia megyékben is megtartják a referendumot most péntek és jövő kedd között. Mindannyian 8 hosszú éve várunk erre a népszavazásra, az Oroszországhoz csatlakozásról. Ez volt a közös álmunk, és ez a közös jövőnk. És most megtörtént, népszavazás lesz, mondta a Luhanszki régió orosz barát vezetője. A megszállt területekről elmenekült ukránok viszont elutasítják a meghirdetett népszavazásokat. Az emberek akaratát biztosan nem veszik figyelembe. Hamis azt mutatni, hogy a megszállt területek az Orosz Föderációhoz akarnak csatlakozni, ez teljes hazugság, mondta egy férfi, aki áprilisban hagyta el az oroszok által megszállt Donyeck megyei otthonát. Azóta Zaporizsjában várja, hogy hazatérhessen. Ha a népszavazási kezdeményezés sikerrel jár, akkor Ukrajna területének mintegy 15%-a kerülhet Oroszországhoz, ez nagyjából Magyarország vagy Portugália méretének felel meg. 2014-ben a Krímben is hasonló népszavazást tartottak a félsziget annektálása előtt. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök hajnali videó üzenetében úgy reagált, Ukrajna álláspontját nem változtatja meg semmilyen bejelentés, megvédi területeit. Több támogatást Ukrajna fegyveres erőinek, több támogatást a hírszerzésnek, a különleges műveleti erőknek, az ukrán biztonsági szolgálatnak, a nemzeti gárdának, a rendőrségnek, a határőrségnek, mindazoknak, akik ütemesen helyreállítják területi integritásunkat, hangsúlyozta az ukrán elnök, aki háláját fejezte ki azoknak az országoknak, amelyek elítélték a bejelentett népszavazásokat. Köztük az Egyesült Államok, Németország és Franciaország vezetői, akik mindannyian kijelentették, hogy soha nem is ismerik el az ilyen, szerintük látszat népszavazások eredményét. A NATO szerint a tervek a háború eszkalálódását jelentik. Magyarország újjáépít egy iskolát és egy orvosi rendelőt Kijev régiójában. Erről Szijjártó Péter beszélt New Yorkban az ukrán újjáépítésről szóló konferencián. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország történelme legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, amelyben 1,5 millió menekültet fogadott Ukrajnából.
Hozzátette, hogy hazánk minden létező humanitárius segítséget megad, de ezután is ellenez minden olyan javaslatot, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a háború még tovább tartson. Bejelentettem, hogy újjáépítünk Kijev megyében egy súlyos veszteségeket szenvedett iskolát, ahova 300 gyermek jár, ez egy több mint 4000 négyzetméteres iskola, még a 70-es évek végén építették, most ez részben lerombolódott. Ezt az iskolát mi újjáépítjük, mint ahogyan újjáépítünk egy orvosi rendelőt, egy egészségügyi ellátóhelyet szintén Kijev megyében. Emellett pedig 1000 államilag finanszírozott ösztöndíjat biztosítunk ukrán fiataloknak magyarországi egyetemeken. A nők értenek a válságkezeléshez, és képesek közösségeket összetartani. Az ukrajnai háborúra utalva hívta fel erre a figyelmet Novák Katalin egy New York-i ENSZ fórumon, amelyet női állam- és kormányfőknek szerveztek. A köztársasági elnök azt is szorgalmazta, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk anyasság és karrier között. Példaként a magyar családpolitikát említette, amely arra is lehetőséget ad, hogy az apák vagy a nagyszülők is otthon maradhassanak a gyerekekkel. Az ENSZ 193 országából 29-nek az élén áll nő. Számukra rendezték meg a Női Állam és Kormányfők Fórumát kedden New Yorkban. A tanácskozást Helen Clark Új-Zéland korábbi miniszterelnöke vezette, és részt vett rajta a világ több tucat országának női vezetője. A magyar köztársasági elnök mellett például Izland, Banglades, Uganda miniszterelnöke is. Az ugandai kabinet 43%-a nő, az alelnök nő, én vagyok az első női miniszterelnök, és a parlamentben is a házelnökünk szintén nő. Számomra ez nagyon fontos, fogalmazott az ugandai Robinah Nabaya. A női állam és kormányfők azért találkoztak, hogy globális kérdéseket vitassanak meg. A fő témák között szerepelt az egyenjogúság elérése is. A politikai döntéshozatalban az egyenlőség még messze van, világszerte mindössze csak minden negyedik parlamenti képviselőnő, az önkormányzatokban pedig ez az arány 34%. A női állam és kormányfők kevesebb mint 10%-át teszik ki, és több mint 100 országban még soha nem volt női vezető, mondta Sima Bahus, aki az ENSZ nőjogi szervezetének vezetője. A nők értenek a válságkezeléshez, anyaként rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, és képesek közösségeket összetartani. Erről már Novák Katalin beszélt felszólalásában. Nem csak nő vagyok, hanem anya is, 3 gyermek édesanyja, ahogy sokan mások is itt. Számomra az anyaság privilégium, amit sosem adnék fel, fogalmazott a köztársasági elnök, aki ezután arról beszélt, fontos lenne, hogy a nők lehetőséget kapjanak arra, hogy teljes életet éljenek, ne kelljen választaniuk az anyaság és a karrier között. Novák Katalin ennek biztosítására a magyar családpolitikát említette példaként. Ezután kitért a férfiak és a nők közötti együttműködésre, elmondta, hogy hazánkban az anyák mellett az apák, sőt a nagyszülők is otthon maradhatnak, és igénybe vehetik a gyermekvállaláshoz kötődő támogatásokat. Második példa a pénzügyi támogatás lehetősége. Magyarországon adókedvezmény van, adómentesség. A 4 vagy több gyermekes anyák teljes SZIA mentességben részesülnek életük végéig. Ez is egy lehetőség arra, hogy a nők a munkaerőpiacon és a családi életben is egyszerre jelen lehessenek. A magyar kormány szeretné ezt kiterjeszteni a 3 gyermekes anyákra is. Fogalmazott az államfő, aki harmadik példaként azt emelte ki, hogy a női vezetők példaképek lehetnek a család és a karrier összeegyeztetésének megteremtésében. A női állam és kormányfőknek tartott fórumot első alkalommal szervezték meg az Egyesült Nemzetek Szervezetének történetében. Az ENSZ közgyűlésének előző és jelenlegi elnöke, a magyar Kőrösi Csaba hívta össze. Novák Katalin a Facebookon úgy fogalmazott, bár a női vezetők nincsenek sokan, de azok, akik ott voltak a fórumon, feladatuknak érzik, hogy segítsék a fiatal nőket, akik érdeklődnek a közélet iránt. A köztársasági elnök szerdán, helyi idő szerint kora délután az ENSZ közgyűlésében is felszólal. A magyarok szerint veszélyesek az energiaszankciók Európára, ez derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint 2/3 többség, vagyis a választók 66%-a gondolja úgy, hogy Európának jobban ártanak a szankciók, mint Oroszországnak. A kutatás szerint a választók döntő többsége 62%-a véli úgy, hogy hiba lenne szankciót kivetni az orosz földgázra, és majdnem ugyanennyien helytelenítik az olajembargót. A szankciók miatt van Európában energiaválság, ezt írja a New York Times, amit a Mandiner szemlézett.
Az amerikai lap egy franciaországi riportot közölt, amelyben a szerző többek között arra a megállapításra jutott, hogy a bénító energiaáraktól tönkre mennek az európai gyárak. A cikk egy észak-franciaországi üveggyár kilátástalan helyzetét mutatja be. A vezérigazgató azt mondja, a magas energiaárak arra kényszerítik az európai gyárakat, hogy hirtelen visszavágják a termelést, és munkavállalók tízezreit küldjék kényszerszabadságra. A cikk szerzője ezután azt írja, hogy a megszorítások hiába lesznek a várakozások szerint ideiglenesek, fájdalmas recesszió kockázatát vetítik előre Európában. A magyar emberek szerint is veszélyesek az energiaszankciók Európára, ez derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb felméréséből. A választók kétharmados többsége, 66%-a szerint ugyanis a brüsszeli szankciók jobban ártanak Európának, mint Oroszországnak. Hasonlóan sarkos véleménye van a magyaroknak az energiapiacot érintő szankciókról is. A választók döntő többsége, 62%-a szerint hiba lenne szankciót kivetni az orosz földgázra. A Nézőpont Intézet megjegyzi, az egyetnemértők magas aránya nem meglepő, miután a rezsicsökkentést veszélyeztető lépésről lenne szó. De a magyarok 58%-a szerint már az olajembargó bevezetése is hibás döntés volt. Inkább az elhibázott szankciós politika az oka az energiárobbanásnak, az inflációnak, az élelmiszerhiánynak. Már vannak politikusok is, akik belátják, hogy a brüsszeli szankciók jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak. Erről már Menczer Tamás beszélt az M1-en. A kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár emlékeztetett, a brüsszeli vezetők korábban azt ígérték, hogy a szankciók tértre kényszerítik majd az oroszokat, és véget vetnek a háborúnak. Ehhez képest a háború továbbra is tart, a Gazprom pedig 41,5 milliárd dolláros nyereséget könyvelt el az idei év első felében, ami a kétszerese a tavalyi eredményüknek. Az oroszok nem csak hogy a pénzüknél vannak ilyen értelemben, hanem tulajdonképpen sokkal több pénznél a korábbiakhoz képest. Európában pedig 15-20%-os inflációt látunk, az energiaárak 5-szörös, 6-szörös, 7-szörös értéket mutatnak a korábbiakhoz képest. Tehát érdemes ilyen helyzetben azt gondolom átgondolni, hogy a szankciós politika az eredményes, vagy nem, és érdemes rajta változtatni, vagy nem. Menczer Tamás hozzátette, a háború kitörése óta már 1,3 millió ember menekült Ukrajnából Magyarországra, miközben a humanitárius szállítások is folyamatosak. Az államtitkár kiemelte, Magyarország érdeke a mielőbbi béke. Zuhanó repülésnek érzik az olasz vállalkozók a kialakult energiaválságot. Azt mondják, hogy még soha nem éltek meg ilyen nehezen. Teljesen elszállt a gáz és a villany ára, ezért emelni kell a termékek és a szolgáltatások árát. Közben az olasz lakosság takarékoskodni kezdett, hogy ki tudja fizetni a rezsiszámlákat. Csak azt veszik meg, amire szükségük van, az utazásokat elhalasztják, és egyre ritkábban mennek étterembe. Elemzők szerint karácsonyra sokaknak elfogyhat a pénze. Cinkfürdőben mártják a vas és acélrudakat ebben a torinói üzemben. Így kezelik a fémeket, hogy azok ne rozsdásodjanak. Mivel a munka a hét minden napján éjjel-nappal folyik, a gyár energiaköltsége csillagászati méreteket öltött. A gyártó kénytelen a költségeket áthárítani a vásárlókra. Eddig ugyanis az előállított termékek árának 3%-át tette ki a felhasznált energia ára, mostanra ez 30% lett. A családi vállalkozás lassan ott tart, hogy bezár, mert ilyen áron már nem tudja értékesíteni a termékeit. Az embereknek meg kell érteniük, elkerülhetetlen, hogy bizonyos iparágak leálljanak a termeléssel, ami sajnos gazdasági visszaesést fog okozni, mondja a Római Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének vezetője hozzátéve, ez azt jelenti, hogy nőni fog a munkanélküliség és csökkenni a gazdaság növekedése. Egy felakasztott bábú várja vendégeket az egyik római kávézóban. Rajta a felirat, miszerint megérkezett a számla. Azért raktam ki a bábút, hogy az emberek lássák, én is így érzem magam. Ezért kell emelnem a kávé árát, még akkor is, ha néhány vendégem rosszalúan reagált. Zuhanó repülésben vagyunk, még soha nem volt ilyen nehéz a megélhetés, mint most. Panaszolja a kávézó tulajdonosa, aki több mint 2500 euró, azaz 1 millió forint feletti villanyszámlát kapott. Felmérések szerint az olasz lakosság túlnyomó többsége már takarékoskodni kezdett, hogy az őszi számlákat ki tudja fizetni. Jellemzően elhalasztják az utazásokat, a nagy bevásárlásokat, és egyre kevesebbet járnak étterembe. Az olaszok több mint a fele már most nehezen tudja kifizetni a lakbéreket, a 60 milliós ország harmadának pedig karácsonyra nem lesz pénze a rezsire.
Olaszországban vasárnap parlamenti választásokat tartanak. Az országban még sohasem kapott olyan fontos szerepet a kampányban az energiaválság kérdése, mint most. Ez nem véletlen, az emberek ugyanis tudni akarják, ki tudják-e majd fizetni a számláikat. Enyhíteni kell a lakosság terheit különböző juttatásokkal, a vállalkozásoknak pedig csökkenteni kell az adóját, hogy elkerüljék a bezárásokat. Úgy tűnik, ebben egyetért a jobb oldal legjelentősebb pártja, a Giorgia Meloni vezette Olasz testvérek és a baloldali Enrico Letta vezette demokrata párt. Abban azonban már eltérnek a vélemények, hogy mekkora támogatásokra van szükség. Egyre nagyobb gondot okoz az energiaárak emelkedése Hollandiában is. Szakértők szerint a drágulás miatt számos vállalkozás csődbe mehet, a cégek 40%-a pedig már most pénzügyi nehézségekkel küzd. A holland király szerint a háború és a szankció következménye, hogy jelentősen megdrágult a gáz, az áram és az élelmiszer. A kormány tegnap bejelentette, hogy árplafont vezetnek be a gázra és a villanyra. 32 hektáron termelnek paprikát ezen a dél-hollandiai farmon. Évente 11 millió kilogramm zöldséget termesztenek, amelynek nagy részét a német piacon értékesítik. Az üvegházakat azonban télen fűteniük kell. A tulajdonos azt mondja, az energiaárak emelkedése miatt nehéz helyzetbe került, és változtatnia kell a tervein. Amikor emelkednek az árak, és sokkal drágább lesz az energia, mint amit megszoktunk, akkor változtatnunk kell. Kevesebb területet fogunk beültetni télen, körülbelül a jelenlegi 50%-át, a többit pedig parlagon hagyjuk, mondta Peter Wienen. Többek között az üvegházak is hozzájárultak ahhoz, hogy Hollandia a világ második legnagyobb mezőgazdasági exportőre lett. A 8 milliárd eurós iparág azonban most olyan válsággal néz szembe, amely miatt számos cég csődbe mehet. Hivatalos adatok szerint a mezőgazdasággal foglalkozó holland vállalkozók 40%-a már most pénzügyi nehézségekkel küzd. A holland pénzügyminiszter kedden bejelentette, hogy a kormány árplafont vezet be a gáz és a villany esetében, ugyanis a nyugat-európai országban egyre többen küzdködnek az energiaszámlák kifizetésével. Az árplafon a gáz és energiaárak átmeneti maximalizálását jelenti, hogy megfizethető legyen az energiaszámla. A szolgáltatók ezt fogják alkalmazni, így az emberek hamarosan profitálhatnak ebből, mondta Sigrid Kaag. A kormány és a szolgáltatók közötti megállapodás értelmében már novembertől csökkentik az árakat, de a teljes árplafon majd januártól lép életbe. Voltak, akik éltették, sokan viszont kifütyülték a holland királyi párt, amikor kedden hintójukkal keresztül hajtottak Hágán. Vilmos Sándor holland királya a koronavírus járvány kitörése óta először vett részt nyilvános eseményen. A költségvetés benyújtásának alkalmából tartott beszédében kiemelte, a háború és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók következménye, hogy jelentősen megdrágult a gáz, az áram és az élelmiszer. Ez pedig, mint mondta, súlyosan érinti az embereket, a családokat és a vállalkozásokat. Fájdalmas, hogy Hollandiában egyre több embernek akad gondja a lakbér, az élelmiszer vagy éppen az energiaszámlák kifizetésével. A kormány hatalmas intézkedéscsomaggal áll elő, amely főként az alacsony és közepes jövedelműeknek jelent segítséget. Azonban még így sem lehet mindenki számára teljes mértékben kompenzálni az áremeléseket, mondta a holland király. Szakértők szerint a megugró árak azzal fenyegetnek, hogy Hollandia 17,7 milliós lakosságából 1 milliót szegénységbe sodornak. A kormány gazdasági intézkedései, vagyis a különböző árstoppok hatékonyan kezelik az inflációt. Erről beszéltek szakértők, miután a hétvégén a kormány meghosszabbította az intézkedéseket. Az emberek az M1-nek azt mondták, hogy a hatósági áraknak ők is örülnek. Évvégéig nem kell pluszköltségek miatt aggódniuk az autósoknak tankoláskor. A magánszemélyek továbbra is hatósági áron 480 forintért tankolhatnak, miután a kormány meghosszabbította az árstoppot. Én elég sokat használom betegség miatt is, és nekem muszáj ezzel közlekednem. Piaci áron több mint 630 forintba kerül 1 liter 95-ös benzin, és több mint 750 forintba 1 liter gázolaj. Ez jelentős különbség a hatósági árhoz képest. Hát én örülök neki, nagyon is, nagyon jót tesz. A boltokban is marad a rögzített ár, vagyis a kristálycukor, a búzaliszt, a napraforgó olaj, a sertéscomb, a csirkemell és a farhát, illetve a magas zsírtartalmú tej esetében marad az árstopp.
Mivel kollégista is vagyok, és fontosnak tartom, hogy mennyire vásárolok be egy hét. A magyar emberek kevesebbet fizetnek a benzinkutakon és az alapélelmiszerekért is a boltokban. Szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem csak a családi kiadások miatt előnyös, de a gazdaságra is jó hatással van. Az ástopok ugyanis fékezik az inflációt. Ha Magyarországon nézzük, akkor a inflációs szintünk az kb. 5% ponttal alacsonyabb annál, mint amennyi akkor lenne, hogyha nem lennének ástopok. Ez körülbelül azt jelenti, hogy minden magyar család az 5%-kal több élelmiszert, vagy bármi más tud vásárolni, mint hogyha nem lennének ástopok. Az ástop mellett a kamatstopot is meghosszabbította a kormány, vagyis jövő nyárig biztosan nem emelkednek a törlesztő részletek. Ez a bankszektornak ugyan veszteséget jelent, de a jelzálog hiteleseknek óriási segítség. Mivel az infláció ellen próbál a Nemzeti Bank küzdeni, a folyamatos kamatemelési periódus látunk az elmúlt időszakban, de éppen ezért a kormányzat itt közbelép, és azt mondja, hogy igenis a kamatstopot fönn kell tartani, hogy a családok, akik mondjuk az otthonaik a törlesztőjét fizetik, ahol azért arról van szó, hogy minden családnak a saját ingatlanában mi lesz a helyzet, nos itt nem szabad, hogy ők a veszteség éljenek a helyzetnek. A négy stop politikájának egyik legfontosabb eleme, hogy továbbra sem kell piaci árat fizetni a gázért és az áramért. Átlagfogyasztásig ugyanis megmaradt a rezsicsökkentés. Ez havonta 150-180 ezer forintnyi megtakarítást jelent egy-egy háztartásnak. Bizonyára sokan tapasztalták az elmúlt napokban, hogy az ilyenkor megszokotthoz képest sokkal hidegebb van. A legtöbb háztartás készül a hidegre. Vannak családok, akik már most befűtöttek. Gőzerővel készül a térre a Pintér család Bükszentkereszten. Már tavasszal megrendelték a tűzifát, akár 14 köbmétert is eltüzelhetnek télen. A nyugdíjas férfi azt mondja, bár az idei télen takarékoskodni fognak, unokái miatt már most megrakta a kazánt, mert esténként 5-6 fokra is lehűlt a levegő. Ez volt az első, hogy 17-én megraktuk, de most már úgy néz ki, hogy mindig kell, mert mindig hidegebbeket mondanak. Sokan alternatív fűtési megoldásokra próbálnak átállni az energiaválság miatt. Ez a balassagyarmati család azt tervezi, hogy a gázkazán helyett a cserépkályhát használja majd inkább. Nekünk van kombi cirkó, ami adja a gázfűtést is és a melegvízszolgáltatást is, de viszont van nekünk egy cserépkályánk, ami nagyon jó, és hát mi úgy fűtöttünk ideig is, hogy hol ebben, hol azzal vegyessen. Készülnek az erdőgazdaságoknál is. Országszerte folyamatos a fakitermelés. Vasárnaptól már lehet jelentkezni hatósági áras tűzifáért. Az idei évre egy várhatóan megnövekedett igénnyel számoltunk mi is, terveztünk. Az értékesítési számainkból, illetve a keresetből azt látjuk, hogy a tavalyi év teljes értékesítési adatait azt tulajdonképpen már szeptemberre, a háromnegyed évre elértük. Az erőteljes fagycukokban akár 0 fok körüli legalacsonyabb érték is elképzelhető. Szükség is lesz a téli tüzelőre a napokban. Az előrejelzések szerint a hét további részében a szokásosnál jóval hűvösebb idő lehet, talajmenti fagyok is előfordulhatnak. Különösen ott, ahol hosszabb ideig derült lesz az ég, és egy-egy adott völgyi fekvésű településen, ahol még szélcsendes is az idő, bizony akár 0 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. A leghidegebb éjszakák azok várhatóan csütörtök, de különösen péntekre víradóra lehetnek. Ekkor lesz ugyanis az országban a legkevesebb a felhő, leginkább szélcsendes az idő, ez pedig azt is jelentheti, hogy akár a legerőteljesebb fagyzugokban a 0 fok alatti hőmérséklet is megjelenhet. A szokásosnál hidegebb idő miatt néhol már a napokban elindulhat a fűtési szezon. A szakemberek most is azt hangsúlyozzák, hogy a kazánokat és a fűtőberendezéseket még a szezon előtt ellenőriztetni kell. Több helyszínen is kutatást tartott a napokban a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Cseh Katalin féle cégcsoporttal kapcsolatos büntető ügyben, tudta meg a Magyar Nemzet. Tavaly írt arról a sajtó, hogy a Momentumos LP képviselőhöz köthető céghálózat tagjai gyanús körülmények között nyertek 4,8 milliárd forintnyi uniós pénzt. Korábban költségvetési csalás miatt rendeltek el nyomozást az ügyben. Több helyszínen is kutatást tartott a napokban a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Cseh Katalin féle büntetőügyben, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, költségvetési csalást gyanújával nyomoznak a Momentumos politikus céghálózatával összefüggésben. A hatóság tavaly decemberben egyszer már végzett kutatást az egyik cég telephelyén, Vácott, most pedig újabb nyomozati vizsgálatokat végeztek a fővárosban és Pest megyében.
Most például kezdetnek le fogunk buktatni valakit. A Cseh Katalin körüli botrány tavaly nyáron robbant ki, miután Anonymous az állarcos alak közölte, a Momentumos politikus családjához köthető cégek az elmúlt években csaknem 5 milliárd forintnyi uniós támogatással trükköztek, és egy olyan 3D-s nyomtatási technológia kifejlesztéséhez is kaphattak több millió forint támogatást, amely már rég a céghálózat birtokában volt. A hírek szerint csak azért hoztak létre a budapesti központ mellett több Nógrád megyei telephelyet is, mert a térség elmaradottsága miatt nagyobb pályázati forrásokhoz lehetett jutni. A gazdasági versenyhivatal a Cseh Katalin családjának érdekeltségébe tartozó Pannonia Nyomda Kft.-t néhány hónapja 4 millió forintra büntette egy közbeszerzés során történt szabálytalanság miatt. Semmi közöm ezekhez a vállalatokhoz, és természetesen visszautasítom azt a rágalmat, hogy nekem bármi közöm lenne ehhez a pénzhez. Cseh Katalin tavaly nyáron még cáfolta a családi céghálóról szóló híreket és azt, hogy uniós pénzekkel élt volna vissza. Jelenleg 2 telephelye van, az egyik Vácon van, a másik Szirákon van. Én a váci telephelyről tudok többet mondani, azt valóban még én létesítettem. Később azonban a Momentumos EP képviselő úgy nyilatkozott, hogy a hozzá köthető Pannonia Nyomda Kft. Telephelyét valóban ő létesítette. A balliberális politikus ekkor már azt sem tagadta, hogy ügyvezetőként ő pályázott volna az uniós forrásra. Volt egy pályázat, amit valóban én adtam be, ezt a pályázatot később a Pannonia Nyomda Kft. Meg is nyerte, de ez már bőven az én ügyvezetésem utáni időszakban történt. A Magyar Nemzet azt írja, a költségvetési csalás miatt elrendelt nyomozás az utóbbi időben lendületet kapott, mert a prágai kerületi ügyészségtől is információkat kapott a NAV. Továbbá az adóhatóság újabb jogsegélykérelmek kibocsátását kezdeményezte Lengyelországot és Litvániát érintően. A portál úgy tudja, hogy a hatóság szakemberei egyebek mellett körbeszámlázás nyomaira bukkantak. Közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az amerikai kormány Puerto Ricón, ahol a Fiona hurrikán óriási pusztítást hagyott maga után. A terület nagyjából 80%-án megszakadt az áramszolgáltatás, a helyreállítás pedig napokig is eltarthat. Az ítélet időnek 4 halálos áldozata is van. A szomszédos Dominikai Köztársaságban is megkezdték a károk felmérését, miközben a hurrikán tovább erősödhet útban a Bermudák felé. Sokkoló látvány fogadta az otthonaikhoz visszatérő dominikai családokat kedden. A Fiona névre keresztelt hurrikán letarolta a vidéket, a házak tetejét megbontotta, több épület összedőlt. Az otthonokba sarat és növényeket hordott be a vihar. Az emberek igyekeztek menteni a menthetőt. Vasárnap már látszódott, hogy nagy baj készülődik. Elmentem édesanyámhoz, a bátyám is itt hagyta a házát. Látható, hogy az otthonainkban minden tönkre ment, mondta egy helybéli nő. Nagy bajban vannak az ültetvényeikből élők is, a termés ugyanis megsemmisült. Milliókról van szó, ezen a környéken mindenki gazdálkodik és függ a terméstől. Minden elpusztult, nem maradt semmi. Sok embernek volt hitele banán, kávé, kakaó termesztésre, mondta egy mezőgazdasággal foglalkozó férfi. A Fiona heves áradásokat okozott, több települést elvágva a külvilágtól. Több mint 12 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát, és mintegy 700 ezeren maradtak áram nélkül. Egy férfi életét vesztette, amikor rázuhant egy kidőlő fa. Hasonlóképpen fest a szomszédos Puerto Rico nagy része is, ahol most közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az amerikai kormány. Megáradt folyók, tönkrement ültetvények, elmosott hidak, utak és épületek láthatók mindenfelé. A lakosok itt is a takarítással és az ingóságaik mentésével vannak elfoglalva. A hurrikánnak halálos áldozatai is vannak. Az éppen maradt épületek tulajdonosai pedig az áram és ivóvíz hiányával kénytelenek szembenézni. Az otthonok és vállalkozások 80%-ában kedden még mindig alternatív megoldásokra volt szükség. A szolgáltató szerint ez még napokig így maradhat. Korán reggel be kell üzemelni a generátort, hogy tudjunk reggelizni és a hűtőszekrény hideg maradjon. Aztán ki kell kapcsolni, mert kevés az üzemanyag. Napközben így nem üzemeltetjük. Este újra bekapcsoljuk, hogy a fagyasztott ételek ne olvadjanak ki. Most komplikáltabb a helyzet, mert folyóvízünk sincs, mondta egy helybéli férfi. Puerto Rico és a Dominikai Köztársaság után a Fiona elérte a Türks és Caicos szigeteket. Az erős széllel és bőséges csapadékkal érkező hurrikán fákat döntött ki, épületeket bontott meg és villámáradásokat okozott. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy húzódjanak biztonságos helyre, és kijárási tilalmat rendeltek el, a vállalkozásoknak pedig be kellett zárniuk.
A Fiona 4-es kategóriájú hurrikánnál erősödhet, mire eléri a Bermudákat. Páratlan régészeti kincsre bukkantak Izraelben egy építkezésen. A több mint 3000 éves termetkezési barlang eddig háborítatlanul várakozott a föld mélyén egy népszerű tengerpart közelében. Első ránézésre átlagos strandnak néz ki az izraeli Palmahim tengerpartja. A föld azonban ritka kincset rejt alatta. Egy építkezés során ugyanis egy második Ramszesz fáraó idejéből származó, és azóta háborítatlan temetkezési barlangot találtak a munkások. Bizonyos értelemben olyan ez, mintha Aladdin barlangjában sétálnánk, körben pedig mindenhol a sok kincs, mondja a régészeti hatóság osztályvezetője. A régészek teljesen éppen maradt kerámia és bronzedényeket találtak, ugyanúgy, ahogy azokat a Krisztus előtti 13. században a sírba helyezték. A lelet jelentős támpontot nyújt a késő bronzkori helyi temetkezési szokások megismeréséhez. A sírbarlangban talált emberi csontok állapota nem teszi lehetővé a DNS vizsgálatok elvégzését, de a tárgyakból bizonyosan megállapítható, hogy a tulajdonosaik élénk kereskedelmi kapcsolatot folytattak a mai Ciprus, Libanon és Szíria térségével. A lelőhely évezredekig megmenekült a sírrablóktól, de a szeptember közepi megtalálása óta már a tolvajok is megjelentek, és el is emeltek néhány tárgyat. A hatóságok azóta folyamatosan őrzik a kincsekkel teli barlangot. Kanabisz termesztő helyet számoltak fel a rendőrök Kiskullacházán. Egy kétszintes családi házban alakította ki a drogtermesztő helyet egy halásztelki és egy szarvasi férfi. A termesztést a ház pincéjében, a szárítást pedig az emeleten végezték. A házkutatáskor 250 tő élő kanabiszt és csaknem 40 kg szárított marihuánát foglaltak le. Az akcióval mintegy 500 000 adag kábítószer piacra kerülését akadályozták meg, aminek a fekete piaci értéke csaknem 1,5 milliárd forint. Az 51 éves férfit és 26 éves társát letartóztatták. Süteményes dobozokba rejtettek el több mint 21 ezer doboz cigarettát csempészek. A pénzügyőrök az M5-ös autópályán ellenőrizték a bolgár járművet. A fuvarlevél szerint különböző élelmiszereket szállítottak Hollandiába és Belgiumba. A pénzügyőrök azonban alaposabban is átvizsgálták a süteményes dobozokat, és akkor vették észre a nagy mennyiségű csempészárut. A raktérben további 620 liter alkoholt is találtak. Az illegális szállítmányt lefoglalták, és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tettek.